Jó. Megyek. Akkor ezennel elkezdjük a hivatalos részét a programnak. Mindenkit sok szeretettel üdvözlök. Ha esetleg nem tudná valaki, hogy miért vagyunk itt, akkor csak röviden pár szóban elmondanám, hogy egy évvel ezelőtt, még szeptember 17-én is gőzerővel folytak a kilakoltatások. Magyar családokat raktak az utcára, és a kereszténydemokrata kurzus, amely most is kormányon van, az tétlenül nézte ezt a nemzetpusztítást, ami folyt az országban. És voltunk egy páran, akik azt mondtuk, hogy ezt nem lehet tovább nézni, valamit tenni kell, nem lehet a tehetetlenség bűnében esni. És teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, csak tegyünk valamit. És ekkor egy üveg eltörött, és ennek természetesen meglettek a maga következményei, beindult a mechanizmus 3 nap alatt engem. Tehát a teljes eljárást lefolytattak 3 nap alatt ellenem, megtörtént a nyomozás, a vádemelés és garázdaságért és rongálásért elítéltek. Én úgy fogom föl, hogy teszteltem a rendszert, működik. Tehát ugyanezt a következetességet és gyorsaságot várjuk el a rendszertől, amikor mi feljelentést teszünk. Na most többekkel együtt én is megtettem a magam feljelentését. Én a tavaly szilveszteri napot gondoltam úgy, hogy ez a tavalyi év ne teljen el anélkül, hogy én az OTP-t nem jelentem fel. Ezért besétáltam az ügyeletre, és itt a kispesti rendőrkapitányságon is megtettem a magam feljelentését, ezt pár napon belül el is utasították természetesen, hát idáig a gyorsaság az még működött, és erre természetesen én ellen mondtam, és egészen mostanáig vártam, hogy hátha lesz valami folytatás, vagy fejlemény. És ugye akkor, amikor hétvégén besétáltam a Teve utcába, és megtettük a demonstrációról a bejelentést, akkor ott egyik napirendi pontként megjelentük, hogy hát is beszeretnék menni a kispesti rendőrkapitányságra, és meg szeretném kérdezni, hogy hogy áll a feljelentésem. És lásd csodát, tegnap megérkezett az ügyészségtől a határozat. Ismét nagyon gyorsan tudott működni a rendszer, amikor éppen a torkára léptünk. Tehát ezt szó szerint kell lassan venni, hogy a torkára kell lépni ezeknek a döntéshozóknak, és vagy legalábbis a tarkójukba kell lehelni, a sarkukba kell lenni. És akkor valami történni ebben az országban. Tehát persze természetesen nem voltak illúzióim, már fölnőttem, tehát ez nem volt meglepetés, hogy elutasították a feljelentésemet, most ugye 60 nap áll rendelkezésre, hogy pót magánvádlóként, mint akkor már nem az ügyész lesz a vádló, hanem én leszek személyesen a vádló, hogy megtegyem a feljelentésemet. Úgyhogy ezzel kapcsolatban már Mennyussal fölvettem a e-mailben elküldtem neki az anyagot. Jó, tehát ez a kis rövid előzménye a mai napnak. Tehát ha úgy veszük, már ma volt, tehát már most volt eredmény ennek, hogy itt erőt tudtunk, tehát már a bejelentése is összerezdülnek és megmozdulnak. Legutóbb is ezt tapasztaltuk, amikor Kőbányán akartak egy családot kirakni, elég volt bejelenteni a rendezvényt, és a végrehajtó, aki állítólag nem tud mit tenni, neki végre kell hajtania, ugye? Mindig ez a szöveg?
Érdekes módon nem várta meg a bíróságot, hanem saját jogkörben elhalasztotta a végrehajtást. Nagyon érdekes ez, ugye? No. A további programpontokról még annyit, hogy természetesen a különböző tematikailag fontos helyszíneket be fogjuk járni, tehát megyünk a Nemzeti Nyomozóirodába is, ahol Póka Laci és vendégünk Budaházi Gyuri el fogja mesélni az élményeit. Kíváncsian várom, hogy ők személyesen, például, hogy láttak-e bent amerikai zászlót, mert nekem az egyik legmegdöbbentő, legsokkolóbb élmény az volt, amikor amerikai zászló volt a folyosón kifeszítve. És így tovább. Utána pedig átmegyünk a képviselőirodaházba, ahol mind az ott frakciónak petíciót fogunk átadni, amelyben kérjük őket, hogy kezdeményezzék a deviza elszámolási törvénnyel kapcsolatban, ami most a parlament elé került, a társadalmi egyeztetést. Mert egyszerűen nem lesz alkotmányos az a megoldás, ha kiadják ezt az alapvető lépést. Tehát ha nem kérdezik meg az érintetteket, a devizaadósokat és az őket képviselő civil szervezeteket. Illetve szeretnénk elkérni az összes most aktuálisan mandátumot szerzett képviselőnek az elérhetőségét, mert úgy kell összevadászni, és nagyon hiányos, Vili megpróbálta leszedni ezeket az elérhetőségeket, és egyszerűen a parlament.hu nem lehet ezeket megtalálni, vagy ha meg is találjuk, akkor nagyon hiányosak ezek az információk. És akkor a Nemzeti Tili-Toli jegyében akkor ezeket a stációkat így nagyjából végigjárjuk, hogy szokták körbe lögdösni ugye az ügyet, hogy várunk a kúriára, akkor utána hozunk egy törvényt, akkor ugye azt a törvényt már akkor tudjuk, hogy alkotmányellenesen lett megszövegezve, tehát jó eséllyel majd a választások után, most október 12-e után kimondják róla, hogy alkotmányellenes. Mondjuk mi annak nagyon örülünk, hogy addig sincs kilakoltatás, meg végrehajtás, de azért lássuk be, hogy az, hogy most nincs kilakoltatás, az egyedül a Fidesznek az érdeke, hogy nyugodtan tudjon kampányolni, hogy ne piszkítsunk bele mindenféle demonstrációkkal, meg azzal, hogy nekiállunk verekedni a rendőrökkel a kilakoltatások helyszínén. Ez csak és kizárólag a Fidesznek az érdeke. És ne legyenek illúzióink, jövőre gőzerővel újra be fogják indítani a kilakoltatásokat. Tehát erre kell fölkészülni, és erre kell valami válasz lépést megtervezni. Tehát ennek megfelelően ezt a háromszöget úgy nagyjából bejárjuk, tehát kúria, országgyűlés, még ha nem is ebben a sorrendben, és elmegyünk az, most elmegyünk az Alkotmánybírósághoz is, mert egyrészt ezen a helyszínen még nem volt rendezmény, másrészt meg ugye most ez egy nagyon kulcsfontosságú szereplője lesz a következő időszaknak, mert valószínűleg ott fog elvérezni ez a július 4-i törvény, meg amit most tárgyalnak az is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és akkor át is adom a mikrofont a Póka Lacinak. Igen. Megérkezett a reggeli, úgy látom. Jó, igen. Mivel, hogy egy éves születésnapomat, mint köztörvényes bűnöző. Vagy mint igen, külvárosi betyár, nem tudom, minek lehet titulálni. Meg kell gyújtani, jó? Valakinek egy dohányosnak van egy... Igen. Mert itt szokás fogok valamire gondolni, de ezt nem mondom el nektek.
mert akkor nem teljesül. Saját házi sütikék. Lehet, hogy még egyszer. Honnan tudod, mit kíván? Majd elmondom. Akaratettségben akarunk valamit, akkor ez meg fog valósulni. A jó Isten éltessen, te vagy a legbátrabb. Jó szépen, köszönöm. És Isten éltessen benneteket is. Mindenki Isten éltessen.